De már a hetedik a fordulót megelőzően, és egy Cagliari elleni győzelemmel tovább lépegethetne felfelé a táblázaton. Luca Toni sérült, helyette Pazzini a középcsatár, mellette pedig Jörgensen és Mutu a két szélen. Visszakerült egyébként a csapatba sérülése után Újfalusi. Pepe és Suazo játszik a Cagliari csapatában elől. Némi meglepetésre ott van a cserepadon a hónapok óta kegyvesztetnek számító Langella is. Ősszel a Fiorentina 2-0-ra nyert idegenben a Cagliari ellen, legutóbb azonban a Milán elleni rangadón nem tudott gólt szerezni. Prandelli együttese 0-0 lett az a meccs. Mutu szabadrúgása után itt Pazzini, furcsán tekeredik a labda, és López már nem tudja kirúgni. Vezet a Fiorentina alig 7 perc elteltével. Érdekes gól volt. Mutu lövését követően megpattant a labda a sorfalon, Pazzini szemfüles. De ezt a furcsa kanyart alig ha tudatosan tette a fejesbe. Ez az ötödik gólja egyébként Gianpaolo Pazzininek az idén során. Egy labdaszerzés Suazótól. Suazo még mindig. Pepe! Nagy helyzet volt. Remek labdát kapott a Hondurasitól Pepe. Nem lép mellé, borzasztóan rosszul sikerül a befejezés. Mutu szabadrúgása a túloldalon, Kimenti nyújtózik, de végül is nem kell közbeavatkoznia. A kapura megy bizonyosan hárított volna. Nem tudnak menteni a védők, szép kapáslövés Pazzinitől. Félelmetesen jó csatár Pazzini, aki a Wembley megnyitóján 3 gólt szerzett az angol utánpótlás válogatott ellen. Az első félidőt követően 1-0-ra vezetnek a firenzeiek. Második perc a második félidőben, Mutu a védők mögé, Pazzini kimenti! Már eldőlt a kapus, de ott hagyja a lábát, és arról kipattan a labda. Ez szenzációs megoldás Mututól, Pazzini egy kicsit eltörte, ezért nem lehetett belőle gól. Ebből sem lesz. Suazo érkezett a hosszú saroknál. A kapufáról pattant vissza a labda. Ez meleg volt. Mint ahogy ez is az lehet. A felső lécről vágódik ki ezúttal. Az 58. percben Kisia megint egyenlített a Cagliari. Del Grosso bólintott. Aztán pedig kezezést láttak a vendégjátékosok. Nem úgy, mint Giannocaro bíró. 80. perc, Montolivo cselezget, kimentiről kijön, de aztán idejében reagál még, és rávetődik a kipattanóra a kapus. Hét perccel a befejezés előtt Pepe, nem volt rossz a lövés, de elkerüli a kaput a labda. Így pedig marad az 1-0, a Fiorentina győzelmével feljött az 5. helyre a táblázaton, míg a Cagliari visszacsúszott a 16. pozícióba.